A Municipálvárosi Közterület fenntartó vállalat megkezdte az egynyári virágok kiültetését a városban. A virágágyásokba a talaj előkészítés után többek között begóniát, karcsai rózsát, szalviát ültettek ki. Összesen nagyjából 10 000 virág díszíti majd a várost. A lámpaoszlopokra kikerültek a muskátlik, amelyeket a hagyományos terepek helyett folyamatosan víztartályos növénytartókba helyeznek ki. Intenzíven zajlik a zöldítés az Észak-2-es lakótelepen, az összekötő út mellett is. Ide fákat ültetnek ki, illetve 500 bokrot. A város több pontján már tavasszal is ültettek új fákat, többek között a Fenyves lakótelepen, az Akácva utcában és az SNF téri óvodánál. A Szent György napok keretében megnyitott Sikabony múltját bemutató kiállítás immár iskolákban is megtekinthető. Június 4-től a Szabó Gyula utcai szakközépiskolában látható, azt megelőzően pedig a Szabó Gyula alapiskolában nézhették meg a tanulók. Az ötletgazdák fontosnak tartják, hogy a fiatalok is megismerjék ennek a városrésznek a múltját, jeles emlékhelyeit és azokat az embereket, akik egykoron ott éltek. A rollapokon látható kiállítás a következő tanévben további oktatási intézményekbe is eljut. A Sikabony Polgári Társulás emellett sikabonyi esteket szervez, amelyeken idősebb lakosok elevenítik fel gyerekkorukat és mesélnek arról, milyen volt egykoron Sikabony. A Vámbéri Ármin Gimnázium adott otthont a harmadik alkalommal megszervezett felvidéki fizika verseny döntőjének. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az alapiskolák 8., illetve a 8 éves gimnáziumok 3. évfolyamának tanulói részére hirdette meg a versenyt, amelybe 26 iskola kapcsolódott be Pozsontól Kassáig. A döntőben összesen 51 diák adott számot tudásáról. A verseny célja, hogy a magyar iskolába járó tehetséges diákok figyelmét a fizika felé irányítsa, egyúttal pedig népszerűsítse a tantárgyat, amely nem csak egy tantárgy, hanem a bennünket körülvevő világ megértésének tudománya. A döntő győztese Szára Zsófia, a nagymegyeri Bartók Béla alapiskola tanulója lett. Az első 3 helyezett értékes könyvcsomagban részesült. A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kríziskezelési Osztálya Nyékvárkonyban szervezte meg az ifjúsági polgárvédelmi verseny járási fordulóját. A megmérettetésen 20 csapat 80 tanulója versenyzett a járási elöljáró kupájáért. A résztvevők elméleti ismereteit és gyakorlati tudását mérték fel. A gyerekeknek olyan versenyszámokban kellett helytállniuk, mint polgári védelem, egészségügyi és tűzoltási ismeretek, légpuskás lövészet vagy topográfia. A versenyzőknek élet, egészség és vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. A cél, hogy felkészítsék őket az önvédelemre és a krízishelyzetekben a segítségnyújtásra. A versenyt a Bősi Szlovák Alapiskola csapata nyerte, amely a megyei polgárvédelmi versenyen képviseli a Dunaszerdahelyi járást.